Sziasztok, itt vagyunk a Fekete Vörös Marti iskolában, egy sport délutánra válták a leendő elsősöket, és éppen a bemelegítést tartja nekik Balázs bácsi. Balázs bácsi az előbb mondta, hogy 9 éve mutatta nektek ugyanezt. Elrepült a 9 év. Igen, nagyon gyorsan. És megbántad, hogy ilyen emelt szintű testnevelésre jártál? Nem bántam meg, már ezáltal ismertem meg a kézilabdát, és ez nagyon a szívemhez nőtt. Ez azt jelenti, hogy te versenyszerűen kézilabdázol? Igen, itt a városban. És tulajdonképpen akkor ebbe az iskolába kezdtél el kézilabdázni, és mentél tovább a KKAJK-hoz? Igen. Mondjál nekünk valamit, mit láthatunk most? Úgy látom, fontos a bemelegítés, még akkor is, ha csak egy kis játék lesz itt ma. Igen, már hát a sérülés az mindenben benne van. Egy kézilabdázó már csak tudja. Igen. Hiszen a kézilabda nem kosárlabda. Nem. Kézilabda sokkal... Hogy is mondjam... Keményebb sport, férfiasabb. Igen. Mondja ezt egy fiatal lány. Igen. Hogy zajlik itt az iskolában egy testnevelés óra, mindig ilyen vidám, mint amit most láthatunk? Hát, ha jó kedve van a gyerekeknek, igen. Ha nem, akkor nem annyira. De ezért nem kell csüggedni, jelentkezzen bátran mindenki ebbe az iskolába, aki szereti a mozgást, mert aki nem, azt megszerettetik vele a testnevelő tanárok? Igen, természetesen. Köszönöm neked, hagylak bemelegíteni, nehogy te is lesérüljél véletlenül itt a feladatok során. Saci néni is érkezik közben. Igen, a Saci néni még téged is tanított. Saci néni, azt írják a nézők, hogy a Saci néni még engem is tanított. Mióta is tanítasz te ebbe az iskolába? 82 óta. Ez már történelem. Ez már történelem, igen. De csak a gyerekek idősödnek, én fiatalodok természetesen. Látod, azért a gyerekek emlékeznek rád, akik lassan már ők is nagymamák lesznek, hiszen... Na jó, azért nem. Mert a gyerekek azért csak nem, hallod-e? Annyira azért nem. Azok a gyerekek, akiket még te tanítottál valamikor Hajdanába, Danába. Azok lesznek, micsodák, ezt nem... Lassan nagymamák. Hát tegnap volt a hanghullámon 40 éves nagymama, tehát 40 évesen már lehetnek nagymamák. Ez most az asszonynak szólt amúgy. Hát az asszonynak lehet, hogy szólt. Én azért ezzel még nem gondolkodok, és nem is szeretnék. Én még nem vagyok nagymama. Tudom. Na de beszélgessünk akkor most egy kicsit ezekről a gyerekekről. Hogy látod? Én úgy látom, nagyon élvezik ezt a bemelegítést. Persze. Megeleve a Balázs is igyekszik az ők is érdeklődési körüknek megfelelően vidáman. Úgyhogy tényleg felkelti az érdeklődés még jobban a mozgásra. Itt az előbb a lányokkal beszélgettem, és mondta az egyik, hogy ő itt szerette meg a kézilabdát, úgyhogy örül annak, hogy ebbe az iskolába jár. Az igazgatónőtől is hallottam, hogy többen indultak ebből az iskolából, sőt, vannak itt olyan testnevelő tanárok, akiknek innen indult a pályájuk. Hát például a Balázsé.
több. Így van. Aki kézilabdát tanít, ha jól tudom. A kézilabdát is, igen, a Szivas kézit programban vesz most részt. Itt az iskolánk benevezett ebbe is, úgyhogy ezt nagyon ügyesen koordinálja. Nagyon szép sikereket ér el, úgyhogy nagyon örülünk neki. De ezen kívül még más sportágokban is azért jeleskedünk, akár a kosárban, részt veszünk a dobdakosár programban, akkor a gyerekeinknek van lehetőség a labdarúgásban részt venni, bozsi programban, akkor atlétikában nagyon szép országos dobogós helyeink vannak, úgyhogy azt gondolom, mindenféle sportágon megismertetjük a gyerekeket, és ez mind nagyon szép és jó, de igazándiból az a célunk, hogy megszeretessük a gyerekekkel a mozgást, a sportolást, hogy mikor ők is felnőttek lesznek, apukák, akkor igényükké váljon addigra persze nekük is, meg majd annó majd az ők is családjuknak, és ezt már sikerült elérnünk. Én azt gondolom, akkor már nagyon-nagyon sokat tettünk a sportért, a gyerekekért és az egészségükért. Pont ezt akartam mondani, hogy az a legfontosabb, hogy a mozgást megszerettessük, de én azt gondolom, hogy ha így csináljátok mindig, ahogy most Balázs bácsi, akkor nem nehéz megszerettetni a mozgást a gyerekekkel. Így van, egyetérte. Nagyon fontos a hozzáállás a gyerekekhez, szeretni kell őket, és akkor én azt gondolom a szeretettel, meg azzal, hogy felkeltjük az érdeklődésüket, dicsérjük, irányítjuk őket, minél több sportággal megismertetjük őket, de azt gondolom akkor, hogyha ezt megtesszük, akkor nem lesz probléma. És kialakul az, hogy kinek melyik sportág fekszik esetlegesen? Persze, persze, főleg az alsóbb évfolyamon igyekszünk élet, tehát minél több sportággal megismertetni a gyerekeket, és ötödiktől már olyan lehetőséget, tehát akkor már jobban inkább irányítani, meg addigra már talán majd kialakulnak már jobban az, hogy mégis milyen sport felé orientálódnak. Itt azért nagyon fontos szerepe van nekünk, mint testneveltanároknak, de nagyon nagy szerepe van a szülőknek, illetve az edzőknek, akik az iskolánkat látogatják és lehetőséget adnak, hogy minél több sportággal megismerkedjenek, hiszen nem csak ezekben a sportágban, amiket elmondtam, azokkal foglalkozunk, hanem, tehát mondtam, hogy minél több alapot, de rengeteg gyerekünk korcsolyázik, mit tudom én, asztali teniszeznek, tehát meg a több egyesületi vannak, atlétizálnak, amit elmondtam, tehát az kerékpároznak, triatlonoznak, és én azt mondom, hogy ez nagyon fontos. Ebben mi besegítünk, és támogatjuk őket. Köszönjük neked, nem is zavarunk tovább. Majd Kokó bácsitól megkérdezzük, hogy... Nem tudom kivágni, mert élőbe mentünk. Nem menjek el? Jó, nem megyek el. Kokó bácsi, mondtad nekem, hogy te nagyon szeretnél ma szerepelni. Közel mutatjuk a kollégádat, mert szeretted volna. Milyen programokkal vártátok ma ide a gyerekeket? Tudsz nekem valamit mondani? Én azt látom, hogy sok mindennel készültetek. A szokásos akadálypálya. Akadálypálya, kézilabda, labdavezetés, labdarúgásból labdavezetés, kosárra dobás, és különböző szögdelő és ügyességi feladatokkal. Ez a félpálya lesz, azt ott lezártátok, az ott mégse lesz hátul? Igen. Szuper. Köszönjük neked. Balázs bácsi, többet tud Balázs nekünk bácsi, mondani? Balázs bácsi, végignéztük a bemelegítéseteket, közben Saci nénit faggattam, meg Kokót is próbáltam, de azt mondta, te többet tudsz arról, hogy milyen programokkal vártátok ma a gyerekeket ide. Ma milyen programokkal? Igen, milyen játékokkal, milyen feladatokkal készültél. Kérlek szépen az elején, amint láttátok, vagy láttad, tök jó kis játékokat játszottunk, ilyen ovis játékokat, tök ügyesen játszották. Most meg megyünk, és végigcsinálunk egy király akadálypályát. Egy király szivacs kézidobálós játékot, egy király ugrálós futós játékot, meg egy király kosárba dobós játékot. Ezt mind végigcsináljuk. Akkor mondhatjuk, hogy ez a mai délután egy király délután lesz? A legkirályabb délután lesz. Megyek meg. Szerintetek is egy király délután lesz? Igen! Hát akkor jó szórakozást nektek! Megnézzük ezt a király játékot.
Közben az igazgatónéni is előkerült. Ja Istenem, ja Istenem! Itt emellettem Fenyvesiné Molnár Zsuzsonna, a Fekete István iskolának az igazgató helyettese. Megkérdezzük tőle, hogy miért is vagyunk itt most ma délután, ha bár mi már tudjuk, de hát hogyha tud nekünk plusz információval is szolgálni. Igen, ma délután, illetve a holnapi nap folyamán van az emelt szintű testnevelés osztályunkban a játékos alkalmassági mérés. 12 fiú és 12 lány jelentkezését várnánk ebbe az osztályba. Nagy hagyományokra néz vissza, vagy tekint vissza iskolánkban a testnevelés tagozatos osztály, hisz már 35 éve működik, és nagyon sok élsportoló, testnevelő tanár pályája indult el innen a mi iskolánkból, akikre a mai nap is büszkék vagyunk. Ez akkor azt jelenti, hogy akik most látják ezt a műsort, azok holnap még jöhetnek és megnézhetik az iskolát, illetve ezt a programot. Igen, ma még lehet jelen, vagy holnap is lehet jönni erre a mérésre, illetve akik a héten esetleg betegség miatt nem tudtak, azok a jövő héten ugyanígy 16:30-kor jelentkezhetnek, és a kollégák megnézik, hogy milyen ügyesek a gyermekek. Milyen sportágakat tanulhatnak a gyerekek ebbe az iskolába? Fő területünk az atlétika, a kosárlabda, a kézilabda, de bekapcsolódhatnak a gyerekek például a bozsik programba, tehát focizhatnak is. Kézilabdában a szivacskézivel indulunk, és utána a komolyabb, tehát a kézilabdában is szerepelhetnek. Részt veszünk a futóversenyeken, szülőkkel együtt, városi, illetve megyei futóversenyeken. Ebben is nagyon jó sikereket nagyon szép sikereket értünk el, ha évekre visszamenőleg nézzük. Én azt gondolom, hogy kézilabdában kimondottan erős ez az iskola, hiszen két nagyszerű edzőt is magukénak tudhatnak. Ugye Por Tamás a KK Ajka edzője, aki azért a tavalyi évben bajnokságot nyert a csapatával. Igen, ezt is mondhatnánk, és kosárlabdában ugyanúgy szép eredményeket érnek el a gyerekek itt a megyei bajnokság során is. Részt veszünk mindig a Dobda Kosárba mozgalomba, ahol már negyedik évfolyamtól versenyezhetnek a gyerekek. Köszönöm szépen, és akkor mindenkit arra biztatunk, hogy holnap jöjjön el, és nézze meg, hogy hogyan tanítják ebben az iskolában a testnevelést. Szerintem érdemes Balázs bácsit örömlizni. Sziasztok, köszönjük, hogy velünk voltatok!